Tanuló autó érkezik az Örökös Földi Vizsgaközponthoz Nyíregyházán. Az egyik helyi autós iskola oktatója szerint a megyében bár érezhető, de nem súlyos az oktató és vizsgáztató hiány. Az autós iskolák száma megfelelő, és az elmúlt évekhez képest az oktatók is egyre többen vannak. Ez pedig jelentősen csökkentheti a tanfolyamok hosszát. A vizsgabiztosok szám az évek óta talán az nem változik, de talán elegendő is. Az oktatói létszám most, mintha kicsit növekedésnek indult volna az utóbbi évekhez képest. Ez talán majd látszik abban is, hogy a tanulóknak kevesebb időt kell esetleg várni arra, hogy járműbe juthessenek a sikeres klasszvizsga letétele után. Ez a mostani terheltségi szinten legalább egy-másfél hónap. Ez azért alakult így, mert sokkal több a tanulóvezető, mint az oktató, akik a maximálisan megengedett munkaidejüket kitöltve ekkora várakozási idővel tudnak csak újabb tanulókkal foglalkozni, mondta el Bóka Gyula, aki hozzátette, a korábbi évek tapasztalataitól eltérően nincs kiemelkedő időszak a tanulói létszámban. Nyáron tapasztalható ugyan létszámnövekedés, azonban ez nem jelent kiemelkedő szezonalitást, a jogosítvány végösszege pedig számos tételből áll össze. Az első a magának az autós iskolának a képzési díja, ugye ez a KRESZ tanfolyam, gyakorlati tanfolyam. Ehhez hozzátevődik a vizsgadíjak, amit a tanuló a KAV felé kell, hogy befizessen, és ezen kívül ugye a orvosi alkalmassági, a házi orvosi rendszer felé, elsősegélyi vizsgának a díja a Vöröskereszt felé, tehát ezekből az összetevőkből tevődik körülbelül össze egy komplett tanfolyam díj, amit ugye a tanulóknak fizetni kell a jogosítványért. Ez az összeg legalább 200 ezer forint, abban az esetben is, ha a tanuló minden vizsgáját elsőre teljesítette, és nem kell pótórát sem mennie, tette hozzá az oktató.